A technikai dolgokban nem szabad elveszni. A kreatív dolgokban viszont elszabad, sőt kötelező. De mit is csinál a producer napjainkban? Vegyünk egy olyan példát, mint ez a dal, szerzőktől mindentől függetlenül, szóval van egy kész kompozíció, amit el kell hangfelvételé kell konvertálni a legvégén, és ez az, amit a közönséghez eljuttatunk. Igen, nem, de milyen gyártási folyamatokat válasszunk, kikkel dolgozunk, mennyibe fog ez kerülni, és biztos, hogy jó lesz-e. Ez csupa olyan kérdés, amire produkciós választ kell adni. Amíg ezekre nem válaszolunk, addig általában kiszabán belül marad a portékánk. Tűnhet úgy, hogy a produkciós folyamatok és egyáltalán a zenei rendező szerepe az pénzkidobás, harcok és egyéb olyan járulékos hozadék, amire nincs szükség egy alkotónak, de azért ezer példa van arra is, hogy mennyire megkönnyítés, mondjuk a sikert mennyire meg tudja alapozni, nem csak technikailag, hanem minden egyéb módon. Producerkedni az emberek nyilvánvalóan először hobbi és kettelés céljából kezdik el, és bizonyos tekintetben ez a folyamat a legvirágozóbb nagyon sokáig. Egy dolog tud ebbe beleszólni, hogyha valami sikeres lesz. Onnantól kezdve nagyon nehéz a kezdeti lelkes mi voltunkban táplálkozni, hisz elkezdünk már méricskélni, elhelyezzük magunkat a térképen, szerencsés esetben versenyhelyzetbe is kerülünk kollégákkal, ellenfelekkel. Ha van egy jó produkciós team, ez nem csak azt jelenti, hogy van valakinek hangfelvevője, meg hangszere, hanem ennél sokkal kiterjedtebben gondolkodunk, hisz azt gondolom én, hogy az az alapvető cél, hogy a vége akkorára nőjön, amekkorára csak tud. Hogyha van egy produkciós ember, le tudja venni a terhet az alkotók, a szerzők, az előadók válláról, hisz akkor mindenki a legjobb formáját tudja hozni, és csak azzal foglalkozik, amihez ért, ami miatt ott van ő most. Ezeknek a dolgoknak nem csak technikai vetülete van, de mivel technikai sport, ezért muszáj itt is napra késznek, és hogy is mondjam, ébernek maradni, de azért ezer ilyen szakmai fórumon elhangzott már, hogy a legtöbb a munkánk legtöbb része az pszichológiai ápolás és szenvedés, ami ugyanúgy kell ehhez, mint a nagyon jó minőségű hangszerek és az örömteli pillanatok. Az alkotási folyamat az egy stresszes folyamat. Aki készített már lemezt, vagy akár csak egy kis lemezt is, az pontosan tudja, hogy korábban ezekről sosem számoltak be, az MTV-n, a kisfilmekben sem az volt, hogy milyen gyötrelmes néha összehozni egy hangfelvételt, vagy egy hanglemezt. De nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez létezik, és ez nem azt jelenti, hogy azért, mert tehetségtelenek vagy bénák vagyunk, hanem egyszerűen csak a körülmények áldozata tudunk lenni nagyon sokszor, hisz az alkotási folyamat személyes ügy. Nagyon nehéz a személyes belső portékánkat utána kihelyezni egy piacra, annak ott, hogy is mondjam, meg kell állni a helyét, esetleg pluszt is nem árt, hogyha nyújtunk vele, és mondjuk nem kell a közízlést sem rombolni. A szerzők előnye és hátránya legtöbbször az, hogy szabadon szárnyal a gondolat, és minden határtalanul árad. Ha ebből produkciós terméket szeretnénk csinálni, mondjuk egy hangfelvételt, ami utána eljuthat az emberekhez, akkor érdemes egy ollóval megnyírbálni a bokrot, amiből azért ugye, hogy is mondjam, tudnak lenni súrlódások is, ha az ember egóból közelíti ezt az egészet, de meg kell érteni, hogy amikor jó csapatunk van, az a csapat mindenki egy célt szolgál, hogy a lehető legjobb végeredmény szülessen. Szóval a producer, mint olyan egy felelősségteljes dolog, döntéseket kell hozni, van, hogy real-time azon pillanatban döntést kell hozni, ezek kicsi, nagy döntések egyaránt, de mindegyiknek nyoma van, vagy abban a pillanatban, vagy egy hónappal később, amikor kiderül, hogy a harangozás végig beleszólt az énekfelvételbe, csak a kompresszorok egyéb processzálási dolgok beemelik, kivehetetlen, reprodukálhatatlan, azóta az előadó elköltözött, megrekedt, már mi történhet. Amikor hangfelvételt készítünk, a pillanatot fotózzuk le. Ez nagyon fontos, az én megítélésem szerint a legfontosabb,
Ezért nem vagyok a híve a zsebre tett kézzel éneklésnek, elfordulok a mikrofontól és SMS nyomkodok énekléseknek, mert van, hogy az sikerül majd jól, és utána nem fogjuk tudni beilleszteni profi közegünkben, vagyis, hogy is mondjam, egy alkotói folyamat közben minden egyes befektetett perc vagy óra hasznos, még akkor is, amikor azt gondoljuk, hogy most semmi hasznosat nem csináltunk, kuka minden. Mert azt az utat akkor már legközelebb nem kell bejárni, máshol lesz az igazság. Szóval én azt vallom, hogy elképzelhető, hogy egy dalba belemegy akár 100 munkaóra is, ami, ha kiszámoljátok, több, mint egy munkahét. De mivel telik az a 100 munkaóra? Kiválasztani a legjobb megoldást, megnézni magunkat máshoz, elképzelni azt, hogy ez milyen közegben fog majd megszólalni, hogy találkozik először a hallgatókkal, a közönséggel. Amikor ezeket elkezdtem beépíteni a munkamódszerembe, azt vettem észre, hogy produkciós szemléletem alakult ki, ugyanis biztos ti is észrevettétek már, hogy néha a magyar dalok, mondjuk egy rádiós játszás esetében külföldi slágerek közé vannak beékelve. És biztos azt is észrevettétek, hogy időnként elhangzik ez a mondat, hogy ez biztos magyar, ez pedig hú, ez biztos valami nagyon cool dolog. Ez már az a versenyhelyzet, amiről az imént is beszéltem, és ez nem csak technikai dolog, ugyanis bármilyen szuperül is összebingizzük a zenénket, hogyha az nem friss és nem fogós, akkor ki fog lógni a többi közül, és nem azért, mert gyengébben szól. Szóval a kereskedelmi rádiózás és egyáltalán a média behoz egy olyan plusz szabályt, amit a doboz gitárunkkal a tűz mellett még nem veszünk figyelembe. Tehát ez nagyjából egy producer szerepem, és itt még egy szót nem szóltunk arról, hogy akkor milyen mikrofont válasszunk az adott művésznek, fiú, lány, rockhang, jazz, hangos, halk, izgulós, bevállalós. Csupa olyan kérdés, amire most egyből nagyon nehéz válaszolni, és hogyha valaki megijed a feladattól, azonnal be is lehet parázni, hogy most mi a pontos teendő. Én, hogy őszinte legyek, ezeket a kérdéseket nagyon gyorsan megválaszolom, de nem biztos, hogy úgy, ahogy a jelenlévők, vagy ahogy a szakma többi része gondolja. Én azt az elvet vallom, hogy ha valami jól szól, akkor az jól szól. Szóval fölösleges tekergetésnek az én esetemben nincs helye. Az évek alatt sikerült annyi felvészet készítenem, hogy nagyon nagy hibát nem fogok véteni, viszont hogy is mondjam, nem fárasztom le a kedves művészünket azzal, hogy másfél órás mikrofon csere és beállásokat bonyolítok, mert körülbelül ennyit szánt az egész előadására, és még egy hangot nem vettünk fel. Ehhez mi kell, hogy folyamatosan legyen egy olyan telepített rendszerünk, ami folyamatosan készen áll arra, hogy nyomjunk egy piros gombot, és vegyük fel azt, amit szeretnénk. Ehhez ismernünk kell a kvalitásainkat technikailag és kreatív oldalról is, és el kell hinni tudni, hogy jó lesz ott minden, hisz azért jöttünk össze mindannyian. Én énekközpontú zenéket gyártok, én énekközpontú produkciókban veszek részt, nálam a mixben mindig az ének lesz a leghangosabb. Ez lehet technikai, lehet elvi elgondolás. Az én kedvenc zenéimben sosem kell azt figyelnem, hogy mit is énekel a művész. A zenei szövet az nekem csak egy ruha. Én a dalban hiszek, és hogyha az jó előadóval, jó szöveggel megszólal, akkor minden, ami mögöttem van, az csak cicoma, és ez az időtöltés része. Ugyanakkor paradox helyzet, mert hogyha nem fordítunk kellő figyelmet a ruhára, akkor a leggyönyörűbb portéka is olcsó lesz. Az pedig, hogy őszinte legyek, sosem volt cél. Én sosem spórolom ki a befektetett időt a zenéből. Tudom jól azt is, hogy ezek zöme láthatatlan, és időnként kérdéseket vet fel, hogy mi történt ebben ilyen sokáig. De biztosan ti is ismeritek azt a szitut, amikor ezer ajtón benyitottatok, de ez az ajtó volt a megoldás, csak másik irányba kellett elindulni. Ez az alkotási folyamat azon része, ahol az idő beszűkül, 8 óra, 10 óra, akár egy hét is el tud telni azzal, hogy megtaláljuk a megfelelő formulát. Mit csinál még egy produkciós ember, aki a zeneiparban tevékenykedik? Végigcsinálja az összes gyártási procedúrát a legvégén,
a mai világban streamek vannak, különböző szabványai van a YouTube-nak, a Spotify-nak, különböző szabvány vonatkozik az iTunes-ra és a CD-re, különböző szabvány vonatkozik a kereskedelmi tévékre és a rádiókra. Szóval amikor egy dal, amit itt most majd látni fogunk, megjelenik, akkor 6 darab teljes értékű fájlt gyárt a producer, mindegyik ugyanazt a szabványt követve. Szóval van itt adminisztrációs rész is, ezt nyilván bízhatjuk másra is, de ha végig mi kezeltük az egész gyermeket, akkor érdemes az iskolába is nekünk beiratni.